2021. szeptemberében hosszú, bizonytalan időszakot követően újra nyitottak a színházak, így a Katona is. A társulat tagjai összhangban a korszellemmel környezetbarát közlekedési módokon sietnek az évad kezdésre, és már eközben is kedves szerepeiket gyakorolják, hogy a hosszadalmas kihagyás után zökkenőmentes legyen az indulás. Barátom, ha találkozol vele, boldog leszel, és a csodálatod nem ismer majd határokat. Ő egy olyan ember, aki egy ember, hát röviden, egy ember. Aki őt követi lelki békére lel, és semmit nem jelent már neki ez a világ. Igen, mikor vele beszélek, teljesen átváltozom. Arra tanít, hogy minden értéktelen, felold minden kötelék alól. Nyugalommal végig tudnám nézni, hogyan hal meg a testvérem, gyermekeim, az anyám, a feleségem, cseppet sem érdekelne. Én meg nem tudom, hogy miért van, de mostanság szinte mindig egy 89-es vakáció emléke jár egyre másra a fejemben. Attilával kettesben bejártuk egész Európát, a Miskolc jegyen mindkét csavargó. Aztán Hollandiában kiszúrta a kalauz, és leszállított egy kisvárosban, amit egy híres festőről neveztek el. Nekem olyan volt, mint egy álom. Ahogy kiléptünk a pályaudvarról, ott volt az a több ezer bicikli. Még soha életemben nem láttam egy helyen ennyi kerékpárt. Ott tényleg mindenki biciklivel közlekedik, az újságostól a polgármesterig, tényleg gyerekek mindenki. Amikor megismertelek, én semmiről nem tudtam semmit. Azt hittem, hogy nekem mindenhol azt mondták, hogy egy nő nem boldogulhat egy férfi nélkül. És akkor jöttél te, udvarias és ambiciózus, szőke, kékszemű. Azt gondoltam, én vagyok a legszerencsésebb, hogy milyen az egész világ, hogy nekünk sikerülni fog. Te voltál a tökéletes férj, és én a te tökéletes feleséged akartam lenni. Ha az ember minden nap ugyanazt eszi, legyen az fogolypecsenye mirtuszboros krémmártással, szarvassült damaszkuszi szilvával, vagy pirított tonharivadék, jerikói datójával. Ha minden nap ugyanazt teszi, akkor megunja és megcsömörlik tőle. Elválok Oktáviától. És el fogom venni Pompeát. A 2021-22-es évadot ezzel megnyitom.